Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik május 23-án, és ezen a napon teli hold van. Ezen az estén majd tartok egy szertartást, erről beszámolok egy extra videóban, egy teli hold videóban, ami már megjelent, tehát megnézheted. A különbség most az, hogy kivetem ehhez a kártyát. Eddig csak asztrológiailag mondtam el, hogy mit jelent egy teli hold vagy egy új hold, de ezúttal kitértem az asztrológiára is, és kivetettem ehhez a kártyákat, hogy pontosan megnézzük, hogy ez a teli hold mit világít meg az életünkben. Tehát ajánlanám ezt a videót. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Felül látható az ő gondolata. Ott van a szerelmes pár, sőt a háttérben egy angyal, aki óv benneteket. Itt tiszta érzelmekről és szerelemről van szó. Mivel ez megjelenik a gondolataiban, ő tudatában van ennek. De jelenleg mégis kicsit visszahúzódó, mutatja a másik kártya. Itt láthatóak a kelyhek, és a kelyhek utalnak az érzelmekre. Alul három kehely van, ami úgy megfordítva van, lehet, hogy összetörtek, utal a múltra, és itt szomorúságról, könnyekről van szó. A jelenlegi helyzetre az a férfi utal ott középen, meditál, befele fordul, valahogy a saját érzelmeivel kell, hogy tisztában legyen. Lehet, hogy most kicsit visszahúzódó vagy szomorú. Felül ott van a szőlő, tehát itt van termés, itt gyümölcsözik valami, és ott a szőlők között van két kehely, ami jelenti a jövőt. Ez a kettes számot felül jelenti a kapcsolatot kettőtök között, téged és őt, az azt jelenti, itt nincs harmadik személy. És ő ezen töpreng, ezen gondolkozik el, és ki akarja ezt építeni, az a vágya, az az elképzelése, hogy együtt legyetek egy párkapcsolatban, ahol a jövőt illetően gyümölcsözni fog valami. Itt van termés. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Itt ez a torony összeomlik. Most összeomlik nála valami. Vagy változik a hozzáállása, vagy vannak változások, például munkahelyi változások, vagy volt egy párkapcsolat, ami lezárul, de ez fontos, hogy most így legyen, hogy le tudja zárni a múltját, hogy el tudjon engedni bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat. Miután ez megtörtént, elfoglalja a helyét az életben, mint egy király az alul látható. És mint király, magabiztos és büszke. Figyelgeti a dolgokat, a kezében van az arany kehely, ami jelenti a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Figyeli a te érzelmeidet, meg a sajátját is.
mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Ő így lovagol az oroszlánon, ami jelenti a bátorságát, azon kívül a mozgást, közeledik feléd. A kezében van a bot, ami jelenti a tűz elemét. Kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket. De vannak még korlátozások az jobb oldalon látható, ott a 9 kehelynél. A kehely az utal az érzelmekre, viszont a 9-es szám olyan, mint a kerítés. Ez lehet korlátozás, hiszen nem mered kimutatni az érzelmeidet, vagy nem mered elfogadni az ő érzelmeit, hiszen nem tudod, hogy mi van a kerítés mögött, nem tudod, hogy hogyan tovább, hogyan alakulnak a dolgok, és itt a kerítésbe ütközöl. Ezen át kell tenni magad, legyen meg a bizalom, hogy minden jóra fordul, hiszen látható az, hogy átnyújtja a kelyhet, látható a szerelmes pár, látható a mozgás, majd ő segít neked, vagy irányítja a dolgokat. Ne légy bizonytalan, ne legyenek félelmek. Hagyj, hogy magától alakuljanak a dolgok. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített. Itt most az A betűről van szó, hogy mit jelent számodra az A betű, azt leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. Ami nekem eszembe jut, Ádám, Ábrahám, Áron, Ágnes, Ábrahám-hegy, átlagos. Ami neked eszedbe jut, írd le a kommentárba. A régi írásmód, az úgynevezett rovás írás középen van. Ez olyan, mint a német nyelvű területen a rúna írás, ami bal oldalon látható. Ott felül észreveszed te is, hogy a szimbólum ugyanaz. És amit nekem ez a magyar szimbólum jelent, ez az egyenes vonal szimbolizálja az életutat. Egy egyenes út. Viszont itt eltérünk az egyenes útról, kifele mozdulunk. Ez lehet, hogy kapcsolatot keresünk másokkal, vagy megjelenünk a nyilvánosságon. Tehát nem úgy mennek a dolgok, mint úgy általában a hétköznapokban, hanem itt van egy kimozdulás. De lehet, hogy egy idő után ez túl sok, mert utána látható, hogy visszahúzódunk, lehet, hogy visszahúzódunk az otthonunkba. Amit a rúna jelent, itt a kártyán látható a férfi és a nő, itt megvan a férfias energia, a nőies energia, a szerelem, a vonzalom, és a testi kapcsolat is. A napi energia az jobb oldalon alul látható. Itt a hölgy megpróbál valamit kiegyensúlyozni. Kell a belső egyensúly. Az is lehet, hogy összehasonlít valamit. Tegyen vagy ne tegyen, melyik irány lenne jó. Ezek lehetnek lehetőségek is. A kezében az érem van, ami jelenti az anyagiakat, persze ez összefügg a munkával is. Ez lehet két lehetőség, egy munkahelyi változás, ahol neki most döntéseket kell hozni. Az is lehet, hogy főállásban dolgozik, de van egy mellékállás, és hol itt van, hol ott van. Amit még jelenthet, az a pénz, a kiadás vagy a bevétel, itt is kell az egyensúly, nehogy többet adjunk ki, mint ami a bevétel, hiszen akkor negatív számok lesznek, hanem kell itt is az egyensúly. Ami az érzelmeket illeti, kell a nyugalom, kell a belső egyensúly, a párkapcsolatot illetően, hogy mit nyújtunk, mit adunk, vagy mit kapunk. Nem azért, hogy kellenek elvárások,
De azért az is fontos, hogy azért itt is meglegyen az egyensúly. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent az A betű, mit jelent ez a szimbólum, hogy látod a rúnakártyát, vagy azt is leírhatod, hogy mit kell neked kiegyensúlyozni, vagy hol vannak fontos döntések jelenleg. Örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol megjelenik naponta a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!